Köszöntöm Önöket! Mai témánk a zsíranyagcsere zavarai, és azért választottuk ezt a témát mára közösen az EUMED szakorvosaival, mivel hogy közelednek az ünnepek, a karácsonyi és újévi ünnepek, és ilyenkor hajlamosabbak vagyunk arra, hogy egy kicsit finoman fogalmazva túlegyük magunkat, és netán még valami jóféle nedűvel ezt le is öblítsük, de a baj nem itt kezdődik. Vendégünk dr. Tóth Harsányi István, az EUMED kardiológusa, belgyógyásza, akit szeretettel köszöntök műsorunkban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. És hát orvos lévén én a sok jóban mindig sajnos a rosszat is látom és tapasztalom. November, december ünnepek jönnek, karácsony, új év, ilyenkor általában többet eszünk, talán alkoholt is iszunk, zsírosabban is eszünk, és sajnos ez meglátszik a statisztikában, a halálozásban is, júj. A szív-érrendszeri betegségek ilyenkor megnövekednek november-decemberben, szívinfarktus, agyvérzés, stb. Ugye a szív-érrendszeri betegségek vezetnek a halálokban, és a zsíranyagcsere zavar szempontjából, ha nézzük a dolgot, akkor a következőket tudom mondani. A holeszterinről és a trigliceridről, a vérzsírokról általában mindenki hallott, és tudja, hogy nézzük. Sajnos ez, ha zavart, akkor érelmeszesedéshez vezet, korai érelmeszesedéshez vezet, ha megnövekszik a vérzsír. Az érelmeszesedés talaján pedig jönnek a szívérbetegségek, agyérbetegségek, perifériás érbetegségek, és még sok más is, sérül a máj is, stb. A témám főleg a kardiovaszkulális szívérrendszeri szempont ma. Na most, ha nézzük a népességben, hogy milyen gyakran és milyen százalékban jelentkezik ez a zavar, sajnos azt mondhatjuk, hogy a felnőtt lakosságnak magasabb a holeszterin szintje, az összholeszterin szintje a kívántnál. A kívánt az 5,2 millimol per liter alatt van, és képzeljük el, hogy a népességünk felnőtt lakosságának 66%-a körül ez a fölött van, tehát magas. Hamarabb jön az érelmeszesedés, ami aztán ugye betegségekben nyilvánul meg. Ez egy rizikófaktor, ugye a dohányzás, a magas vérnyomás, a vércukor, a nem mozgás, az elhízás, túlsúly mellett. Hát ezért ezt a vérzsírt is figyelnünk kell, kezelnünk kell, de hát hogyan? Milyen panaszokat, tüneteket okoz? Hát az igazság az, hogy a magasabb vérzsír az ember szervezetében nem okoz semmilyen tünetet, semmilyen panaszt. Ha már okoz, az már a szövődméknek a következménye tulajdonképpen, ugye koronária, koszorúérbetegség, agyérbetegség, ami bizony már középkorban 45-55 éves kor között jelentkezik, férfiaknál leginkább már 45 éves kor körül, nőknél a menopauza kicsit később, 50 plusz-minusz, akkor jelentkezik már a szövődmény. Tehát mikor nézzük ezt a vérzsírt, mikor ajánlatos nézni? Már vannak gyerekgyógyászati ajánlatok, hogy amennyiben a családban van olyan történés, hogy korai szívinfarktus, agyvérzés, vagy betegség és halál, akkor 6 éves kor után érdemes megnézni. Ide tartoznak az úgynevezett familiáris, családi, halmozott magas vérzsír betegségek. Egyébként a másik nagyobb rész a másodlagos magas vérzsír csoportja, tehát az alkotja, amit tulajdonképpen az életünk során hát mi szerzünk, elrontjuk táplálkozással, nem mozgással, stb. Stb. De ez a két fő ok. Táplálkozás, nem mozgás, elhízás és egyéb betegségekben is, a cukorbetegségben jelentkezik, magas vérnyomásnál jelentkezik gyakrabban. Nagyon fontos megemlíteném, hogy bizonyos szervek betegségében, tehát a pajzsmirigy alulműködésében is jelentkezik, nagyobb betegségekben is jelentkezik, és ez fölgyorsítja az érelmeszesedést, és akkor ezeket a betegséget eredményezi. Tehát
A 20 éves kor az, amikor már meg kell nézni, és utána 5 évente ajánlott, amennyiben még rendben van. Ha az érték magasabb, akkor azt ajánljuk, hogy attól függően milyen magas, évenként, fél évenként, két évenként, tehát függ az egyén helyzetétől, természetesen teljes globális fölméréssel, testsúly, testmagasság, elhízás és cukorparaméterek, vérnyomás paraméterek, tehát akkor már egyénre szabva történik. De általában azt mondhatjuk, hogy 20 év fölött, 5 évente érdemes a vérzsírokat megnézetni, mert panasztünetet nem ad, vérvételt jelent, bárhol leveszik. Háziorvos is sokszor kéri, és kell is, hogy kérje, mert az az első olyan szakember, aki mérvadó ebben. Ha ott megakadnak, akkor jöhet a szakorvos, a belgyógyász, és akár az ideggyógyász, stb. Kardiológus, stb. Mint ahogy én nálam is, mint belgyász, ott kardiológián, az alap hozzáállás az egy teljes körű kardiometabolikus kikérdezés, tünet, panasz, vizsgálat, és a laboratóriumban benne van a lipid státusz. A lipid státusz, tehát a lipidek, a vérzsírok fölmérése az első vonalban abból áll, hogy megnézzük az összkoleszterint, ez jó, ideális, ha 5,2 alatt van felnőttnél. Megnézzük a rossz koleszterint, az az LDL koleszterin, azt szeretjük, ha 3,4 alatt van, 3 alatt van, akkor van a HDL, ez a jó koleszterin, ami menti valamelyest a helyzetet, ennek az értéke férfiaknál legyen 1,1 millimol per liter fölött, nőknél 1,3 millimol per liter fölött, és a következő a triglicerid, pedig legújabban 1,7 millimol per liter alatt kell, hogy legyen. Tehát ezek az ideális értékek. Ha eltérnek, akkor ez azt jelenti, hogy kockázat a szív-érrendszerre. Rögtön megemlítem, hogy nem csak a szív-érrendszerre kockázat, például a triglicerid kockázat a hasnyálmirigyre is. Ha egy extrém magos, 10 körüli értékünk van, az heveny hasnyálmirigy gyulladást képes csinálni, amiben bele lehet ugye halni. Na most rögtön kapcsolódik ahhoz, amit bevezetőben mondtunk, hogy jönnek az ünnepek, és hogyha sokat viszünk be zsíros ételt, és sokat, netalán, vagy keveset, alkoholos italt iszünk, akkor rendkívül magasan megugrik ez a szint, és bele szaladhatunk egy hasnyálmirigy gyulladásba. Ugyanakkor a bevitt zsírmennyiség extrém magas vagy nagyobb adagban az érrendszernek egy ütés, egy rúgás. A meglévő érelmesesedési csomók, plakkok az ereken meglazulnak, destabilizálódnak, és az ember beleszaladhat egy infarktusba. Beleszaladhat ezáltal, vagy ennélkül is aritmiába, és akár hirtelen szívhalál, szívinfarktus, agyvérzés következhet, agylágyulás következhet be egy extrém táplálék fölvétel után. Nem mondom, hogy zabálás egy csúnya szóval, de ilyenek is történnek. És ezeket látjuk, sajnos ezek tények, hogy így van. Tehát a laboratóriumban, amikor kiszűrtük, akkor gondozásba kell, hogy vegyük ezeket a betegeket. Ha rendben van, akkor viszont meg kell, hogy erősítsük, ha egyéb paraméterek, a vérnyomás, vércukor, testsúly rendben van az illetőnek, a páciensnek, kliensnek, akkor megnyugtatjuk, hogy valószínűleg jól táplálkozik, jó az életvezetése, így csinálja tovább. Mert a helyes táplálkozás az a megelőzés eszköze is egyben, de hangsúlyozom, hogy a kezelés eszköze is, mert ugye mi orvosok mindjárt gyógyszer után nyúlunk, persze akkor, csak akkor, ha kell. Ez egyénre szabva történik mindig. Na most a gyógyszerrel és kezelés mellett muszáj, hogy megemlítsem rögtön, hogy nem hanyagolható el a diéta is, tehát a táplálék fölvételnek az összetételének a meghatározása. Tehát nem elég, hogy majd kapok gyógyszert, és akkor el fog múlni. Nem, mert amit beviszünk, tulajdonképpen a gyógyszer, mondjuk a statinok elsősorban, amit adunk, azok a metabolizmusban, az anyagcserébe úgy avatkoznak bele, hogy a májban a szintézisét a koleszterinnek csökkentik, a bevittet már nem nagyon befolyásolják.
Hát az igazság az, hogy a statinoknak, a gyógyszeres kezelésnek mellékhatásai is vannak, és amennyiben kell, hogy kapjon az illető gyógyszert, akkor egy szorosabb kontroll alá vesszük. A mellékhatások, a panaszok, azok gyomorbérrendszeriek, ezek enyhék, émeigést csinálhatnak, esetleg pupfadást csinálhatnak, akkor azt a beteg 3-4 nap múlva visszajelzi. A második fontos mellékhatás, és akkor rögtön ez egy sürgős jelentés kell, hogy legyen visszajelentés az orvos felé, hogyha kapja ezt a statinokat, megmondom, nem gyógyszernevet mondok, az atorvastatinok, rosuvastatinok, ezek a legerősebb gyógyszerek a kezünkben, amikor ezt kell, hogy adjuk, ezekről van szó főleg, akkor az azt jelenti, hogy a betegnek mondjuk, hogyha izomfájdalmai vannak, akkor rögtön jelentkezzen. Ha nem, akkor jelentkezni fog, berendeljük általában 6 hétre, megnézzük, hogy csinál-e valamit a vérképet, illetően javítja-e már, kezd-e javulni a vérzsírja, és megnézzük, hogy a máj hogy bírja ezt a gyógyszert, mert máj enzim emelkedést is képes, mint mellékhatás okozni ez a statin, de ezt akkor tudjuk rendezni olyan szempontból, hogy attól függ, hogy milyen fokú ez, hogy folytatja-e vagy ne folytatja ezt a statin kezelést. Itt mindjárt megemlítem, hogy a szakma még nem teljesen fogadta el, de vannak olyan bizonyítékok, ami azt jelenti, hogy ezt a mellékhatását a májra, hogy az enzimek emelkednek, és az nem épp a legjobb, ezt meg tudjuk akadályozni valamelyest a koenzim Q10-zel. Erről mindenki hallott, a koenzim Q10, ez egy úgymond egy univerzális antioxidáns, ami normálisan is keletkezik a szervezetben, de be is lehet vinni, és mint táplálék kiegészítő, szívbetegeknél, magas vérzsírnál, izombetegségeknél ezt azért már mi is javaljuk. Bizonyos országban már be is van vezetve gyógyszerként is. Ezen kívül, ha már itt tartunk a táplálék kiegészítésnél, nem csak a gyógyszereknél, akkor mondom, hogy szinte majdnem gyógyszerként tekinthető a magas triglicerid szintre az omega-3 zsírsav. Az omega-3 zsírsavról sokan hallottak szintén. Ez elsősorban halolaj kivonat, részletekben nem mennék, de ezen kívül omega-3 található a táplálékban is, a diófélékben, a hasonló ilyen magvas gyümölcsökben, lenmagba, stb. Tehát a két táplálék kiegészítő, ez egymás mellett párhuzamosan szedhető? Szedhető, igen. Van, akinek adjuk is mind a kettőt, és hát idősebb korban is, fiatalabb korban is energetizál, ereket véd, antioxidáns, táplálék kiegészítőként jó, de például az omega-3, ha triglicerid ellen adjuk, tehát triglicerid 2, 3, 4, akkor én sokszor, jó magam is azt mondom, hogy 1-2 gram, tehát 2000 mg-ig ajánlom kapszula formájában is az omega-3-at. Mielőtt az ember ezt elkezdi szedni, nyilván ki kellene kérni az orvos véleményét. Igen, mindenféleképp a legjobb, ezért ez már itt a súrolja határa, hogy gyógyszer, bár nem receptköteles gyógyszer, de ki kellene kérni a házi orvos, vagy hát a bárgyógyász a véleményét, hogy szedheti-e, egyértelmű. Említette, hogy egyes kategóriáknál, különösen a veszélyeztetett kategóriáknál már tulajdonképpen gyermekkorban el kell kezdeni mérni a koleszterin szintet. Viszont az ember gyarló, ugye, és főleg akkor fordul az orvoshoz, hogyha már valami baja van, hogyha érzi, hogy baja van tulajdonképpen. Mit érez ilyenkor az ember, amivel már érdemes orvoshoz fordulni? Most elmondom az én szegmensemet, de ugyanez vonatkozik, hogy a beteg oldaláról, hogy mikor jön általában. Tehát ha vérzsírre gondol a páciens vagy kliens, mégiscsak itt kezdem, ha gondol vagy hallja ezt, akkor gondolkozzon el, hogy meg lett-e neki nézve. Ez szűrővizsgálat. Tehát itt nem kell, hogy panasz jelentkezzen, tudomása kell, az egyén saját felelőssége, hogy tudom-e, mennyi a vérzsírom, mennyi a vércukrom, mennyi a vérnyomásom. Tehát ez is egy olyan paraméter, amit tudnunk kell, nincs panasz, nincs tünet. Vannak ebben a primer hiperlipoproteinémiáknak nevezett csoportban, több alfajta van, hogy észreveszi, hogy a szem körül xantelazmák, ilyen sárgás fölrakódások vannak.
Tehát vannak bizonyos jelek, amit az orvosok észrevesznek, vagy a beteg, de ez a beteg akkor általában, vagy páciens, kliens, egészséges ember is akár, tudja, hogy a családban esetleg volt korai szívinfarktus, korai szívhalál, tehát akiknek ez volt, ez egy nagyon veszélyeztetett csoport. Nagyon ritka a primer homozigóta hiperkoleszterinémia, nagyon-nagyon ritka. De amikor az egyik szülővonalán volt, másikon nem, az már elég gyakori. Olyanokat találunk, azoknak már megjelennek ezek a betegség 20-35 éves, 25-35 éves kor között már a szövődmények megjelennek, akiknél van familiáris beütés. Akiknél nincs familiáris beütés, tehát a zöme, az már csak 45 év fölött mutatja meg magát, mint tünet, vagy panasz. Tehát az a szívkoszorú betegség. Szorítsa, nyomja, ugrál a szívem, fáj, szédülök, levénulok. Az 45-55 fölött írja az embert, ha nem familiáris dolog, nem családi, hanem elrontottam az álhízással, a túl kalorizálással, a sok zsírevéssel, a rossz zsírevéssel. És tehát tudnom kell, kérnem kell a házi orvosomtól, és jelezze vissza, hogy ez jó vagy nem, és mikor jöjjek. Az én szegmensem az, hogy ugye eljön valaki belgyógyászatra, levegye az okon, globálisan nézem az egész beteget, nézem, még ha hasi panaszsal jön, akkor is, azért a vérnyomását megnézem, azért rákérdezek, azért meghallgatom a szívettődőt is, azért megkérdezem, hogy hogy áll a vérzsírja, a vércukra, van-e, hozott-e, ha nincs, benne van abban minimum szűrővizsgálatban, amikor fölmérjük az adott páciens vagy betegnek az állapotát, és ott mindig benne van a szívérrendszer, a lipidni státusz, ez a pár paraméter, amit mondtam, hogy kötelező mindenkinél megnézni. Tehát tudunk róla, tessék, házi orvos, privát laboratóriumok, és akkor ott valami nem stimmel, akkor azért a szakemberrel beszéljük meg, mert hogy mikor kezdjük a gyógyszert. Ugye fölteszik a kérdés, hogy mennyi az a koleszterin, amikor gyógyszert adunk, önmagában más kockázati tényező nincs. Tehát nincs magas vérnyomás, nincs cukorbetegség, nem vagyok kövér, nincs, ugye a kövérség is betegség, az elhízás is betegség. Nincs semmi, csak 8-as a, vagy 9-es a koleszterin. Mindjárt lecsapok, válaszolok is. Régebben önállóan, ha 9 fölött volt a koleszterin, mint egyedülálló rizikófaktor, és nem is dohányzott, akkor már akkor 9-nél elkezdtük a gyógyszeres terápiát, de ugye mögé nézünk, hogy nincs véletlenül pajzsmirigy működés zavara, vagy szedje valami, esetleg valami gyógyszert, hormongyógyszert, a nők, ha a vérnyomás van, bár akkor itt már van más kockázati tényező is, bizonyos gyógyszerek, hidroklorotiazidok megemelik a vérzsírt sajnos, akkor már elkezdjük 9 fölött. Az újabb álláspont az, hogy 8 fölött kell kezdeni, ha nincs panasz gyakorlatilag, és nincs egyéb rizikó, és nincs kockázat, 8 fölött már adunk gyógyszert, természetesen a diéta mellett mindig. Aztán a többi az nagyon egyénre szabott. Minden esetre, akinek volt szívinfarktusa, volt agylágyulása, vagy perifériás érszőkülete, ezeknek a betegeknek függetlenül az értéktől adni kell, mert ez a gyógyszer az érelmeszesedési plakkokat, fölrakódásokat stabilizálja, puhítja, és már vannak olyan tanulmányok, hogy a rosuvastatinnak, ha tolerálja a beteg, ez már beteg, a nagy adagot, a 40 mg-ot, akkor ez képes az érszűkületet is. Tehát nem agresszív műtéti tágítás vagy műtét útján kikoparással kitágítani, hanem 2-3 év alatt tágítja, fölpuhítja, megszünteti valamelyest, de garantáltan lassítja az érelmeszesedést és az érszűkületet. Tehát ez már a mi feladatunk, ez már olyan kardiológusi feladat, neurológusi feladat, kardiológusi feladat, de mondom, a táplálkozás, háziorvos, páciens, bárgyógyás, kardiológus, páciens meg kell, hogy tárgyalni, dietetikus is be kell, hogy jöjjön a csapatba. Konyhatechnika, piac is be kell a társadalomba letiltani az úgynevezett transzsírokat, ami sok helyen már meg is történt, ezek káros zsírok. Friss gyümölcs, zöldség, párolt gyümölcs, zöldség, minél kevesebb füstölt, idézőjelben rossz, nem funkcionális élelmiszer kell a táplálkozási palettába, kínálatba, mert hát az egészségünk ezen múlik, és ez az olcsóbb a társadalomnak, ez az olcsóbb az egyénnek, ez adja az életminőséget,
a családnak, és ez egy közös feladat, a megelőzés és a kezelésnek az egyik része, tehát táplálkozás, mozgás. Ugye, ülő életmód. Nem csak edzenünkkel heti 150 percet szaladni, futni, súlyt emelni. Nem szabad ülnünk egy órán túl, fölkor kellnünk egy 5 percet, mozgassuk a lábunkat, kezünket, az ereknek ez jó, mindenkinek jó, és a szervezetnek is jó. Nem szabad ülni egy óránál tovább, amennyire ugye lehet megengedni a munka. A mozgásnál az univerzális képlet az, hogy heti 150 perc elosztva 5 felé vagy 3 felé, mozogni. Direkt bizonyítékok alapján a védő holeszterint a mozgás emeli. A HDL holeszterint mozgással lehet emelni. Mindig mondom, hogy, és tudjuk, emeli a módjával alkoholfogyasztás, vörösbor, fehérbor, egyéb alkoholok is, de itt rendkívül fontos a mennyiség. Ha 1-2 deci vörösbor, férfiaknál inkább 2, nőknél inkább 1, a holeszterin szintet kedvezően befolyásolja. Mindig elhivatkozik a francia borokra, stb. De az alkohol hatása, ha túlzott, akkor hevenyen szívritmuszavart okozhat, sokszor hétfőn, bulik után, szívritmuszavar, fiatal, semmi baja nincs, egy akkora stressz a szívnek, az ereknek, az alkohol, hogy szívritmuszavar következik be, és ugyanakkor hát destabilizálja ezeket a plakkokat, akár szívinfarktus agyvérzés következik be. Hosszú távon állandó alkoholizálás, szintén tudjuk, hogy mit mindent hoz az ereket, és tönkreteszi, magas vérnyomás, agyvérzés, stb. A zsíros élelmiszerrel, a lipidperoxidáció folyamatokon keresztül szintén káros, erről is már említettem. Tehát a táplálkozásba szintén belementünk, hogy hogyan étkezzünk, és hogyan is áll a zsírfogyasztás. Kell jó zsírokat ennünk. A sejtmembránokat ebből szintetizálja a szervezet, hormonokat ebből szintetizálja a szervezet. Na most, érdekes az, hogy a 70-es években, ugye, amikor tudtak a holeszterinről, meg a Framingham study meglátta, bizonyította azokat a dolgokat, hogy a magas vérzsír szívérrendszeri betegséghez vezet, letiltották a zsírokat, társadalomnak megvalósítani nem lehetett azt, hogy kiköszöbölik a zsírokat, és meggyógyul mindenki, illetve később kap ilyen baj. Ették a szénhidrátot, meghíztak, ugyanott vagyok. Tehát nem megoldás a zsírokat letiltani. Az össztáplálkozás, ha megnézzük, az energetika százalékában 30% maradt a zsírfogyasztás. Ha nincs túlsúly, mondjuk. Ha túlsúly van, még akkor is, csak akkor az egészet leveszük, 30% marad az összkalóriafogyasztásban. De a 30%-ból a kétharmada a zöme telítetlen zsírsav kell, hogy legyen. Na most ezek azok az omega-3, ami halba van, akkor len magot darálva, őrölve kell fogyasztani. Ebben is van. Dióban, magvakban van, tehát ezek a csonthéjas magvas gyümölcsökben van sok. Olívaolaj. Mediterrán étkezés. Hát ezt ugye régi Jugoszláviából a mikorosztályunk tudja, mediterránszka iszrán, a mediterrán étkezés. Ez zömében nekünk erre ismer, de a világon az első helyen áll a mediterrán étkezés, ami véd bennünket a diszlipidémiáktól, a zsíranyagcserezavaroktól, DAS diéta, amit mondjuk a vérnyomás, magas vérnyomásra találtak ki, ugye ott még a kevés só is hozzá van adva. Mindez azt jelenti, hogy iszunk ugye sok folyadékot, iszunk sok zöldséget, zölden vagy párolva, nyakon öntve egészséges olajjal. Aztán mértékkel, mivel kalóriás a magvas, magyaró, kikiréki, de nem a sós, ugye, diófélék, ezeket esszük, akkor a húsok közül a fehér hús, szárnyasok, bőre nélkül, halak, akkor a tejtermékek közül a sovány tejtermékek, tehát a 1,5%-os tej, a sovány, jogurt, kefir, az nagyon egészséges és jó, az erjesztett tejtermékek egészségesek, soványabb sajtok, csalósak a sajtok, egészségesek, de sok zsír van bennük, tehát kalória van benne több is, ugye mivel tudjuk, hogy a túlsúly és az elhízás, sőt problémáit mindig a kalóriára figyelmeztetjük az embereket.
Tehát ez mint fehérje forrás megmarad a táplálkozásunkba. Ugye a vörös húsokat, feldolgozott húsokat kerüljük, ezt egy nagy támadás érte mostan az egészségügyi világszervezet, és egy kicsit előre szaladt nagyon, hogy rákkeltőként is bélyegezte meg, de itt majd jönnek a tanulmányok, egy kicsikét mértékletesség lesz az egészségügyi világszervezet felől is, de mindesetre a vörös húsok ajánlása az heti 3x30-40 gram. Na most, hogy készítsük el? Hát ezek is inkább a párolás, főzés az az ajánlott, nem pedig a sütés és a zsírokban való sütés forgatás, hanem azt is bizonyos konyhatechnikai módszerekkel el lehet kerülni, és a végén nyakon önteni egészséges zsírokkal, extra szűz olívaolajjal, vagy egyéb olajokkal, sokféle van most már. Most nagyon fontos, amikor jön hozzám a beteg, és akkor hogyan? Netán még túlsúlyos is, de ha csak erről van szó, akkor én úgy látom, hogy nem a képlet az, hogy százféle fogyókúrás, százféle diétás recept van, hanem amikor leülünk a pácienssel, leülünk, és akkor megkérdezem, hogy akkor hogy is van ez, hogy mit reggelizik, mit ebédel, mit nasol, mit uzsonnázik, mit vacsoráz, mikor, hányszor eszik, és akkor hát akkor reggeliben nem ez, hanem inkább amaz. Tudja, sok volt a kenyér, mert a sok édesség, a nem integrált kenyér, tehát fehér kenyér nem jó. Édesség, amik hirtelen emelik a vércukrot, azok nem jók, az is stressz, és az összefut az anyagcserével, és a zsírraktározáshoz vezet, ha többet viszünk be bele rögtön. Tehát rossz kenyér, magvas kenyerek, és még egy dolog, zab, zabpehely, zabkorpa. Rost van benne sok. A rostfogyasztás rendkívül fontos és egészséges, 25-30 gram, vagy ha kell, akkor még több. Nem régen tudtuk rostot fogyasztani, hogy szegény öreg nénynek, bácsinak legyen széklete, egyen meg ilyen olyan korpát a tejbe vagy a jogurtjába, ha nem bírja a tejet. De nem csak arról van szó, hanem olyan összetevők is vannak benne, béta-glukán az abban, ami a holeszterinre jó, vércukorra jó. Tehát a reggeli lehet egy jó kis, elkészít az ember zabkása, és ez egy jó dolog, az zabkása, zabról ennyit, meg kell nézni a konyhatechnikákat, hogy mint el lehet készíteni, tartja sokáig a társéget, nincs nagy kalória, lassan emelkedik a cukor, holeszterin csökkenti a vérzsírokat, csökkenti, és eszembe jutott, kérdés szokott lenni, és a tojás, mert ugye tudjuk, hogy a tojásban 300 mg van körülbelül egy tojásban holeszterin. És hát a 2000, ha jól emlékszem, 10-es évekig nagyon támadták a tojást, és aztán kiderült, mérlegeltek, utána néztek bizonyítékokat, kiderült, hogy aki bizony tojást eszik módjával, és nem eszik tojás mellé zsíros dolgot, édességet, szénhidrátot sokat, tehát tartja a testsúlyát, mozog, tojást eszik, akkor ezek bizony nem emelik a vérzsírt úgy, ahogy gondolták korábban, és akkor mennyi az a tojás, amit megehetünk ugye naponta vagy hetente. Tehát most van egy ilyen, hogy hetente, ha éppen nincs nem extrém a dolog, tehát azt az orvos azért megmondja, akkor elmehetünk 6 tojásig, 6 főtt vagy esetleg lágy tojásig, és az főleg délelőtt órákban reggel kell megenni, és a tojás sárgájára is gondolunk itt egész tojásra, mert annyi minden egyéb egészséges és jó vitamin, D-vitamin, C-vitamin, B-vitaminek, zeaxantin, idegrendszerre hat, membránokra, tehát jó lecitin tartalmú, jó hatású a tojás. Tehát nem kell megijedni tőle, nem kell túlzásba vinni, nem kell enni zsírosan mellé, meg nem kell sok szénhidrátot enni mellé, akkor egy tojás egy-két naponta biztos, hogy nem fog megártani. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó tanácsot mondanám, hogy még már tovább is, de... Igen, a hallgatók, nézők, de sajnos a műsoridőnk vége felé közeledünk, és az ünnepek ugye a küszöbön vannak, hogyha most össze kellene foglalni dióhéjban, mi az, amit legjobban, a legnagyobb mértékben kiemelne, tehát mire ügyeljünk a karácsonyi újévi ünnepek táján? Akkor is, de mindig, de ilyenkor fokozott figyelemmel kell a táplálkozásunkra tekinteni. Hát tulajdonképpen a megelőzés, vigyázzunk a mennyiségre, bevitt mennyiségre. Élvezzük a jót,
mennyiségileg fogjuk egy kicsikét vissza magunkat, ez az egyik dolog. Amikor tehetjük azért, emeljük meg a zöld salátát, a salátát és a gyümölcsöt, folyadékot rendkívül sokat fogyasszunk, tiszta víz, vagy szűrt víz formájában, vagy nem gázosított széndioxidos ásványvizeket, sok folyadékot ígyünk, mégis vigyázzunk a bevitt zsíros ételre, alkoholos ételre, meg az édességekre fogjuk vissza. Kevesebbet is élvezhetünk, nem csak a megtömést. Tehát bőfolyadék, saláta, gyümölcs, több, és mégis a mennyiség. Dióhéjban ennyi az annyi. Előző egy-két nap, ha tudjuk, hogy megyünk egy vendégségbe, vagy magunknak a díszebéd, díszvacsora, vagy megyünk, egészséges hozzáállás, előtte egy kicsikét diétázunk, a legjobb. Ha előtte diétázunk, vagy lefutjuk, lerekreáljuk, tehát fizikai aktivitás előtte, az azt jelenti, az izmokból és a májból kizavarjuk, elfogyasztjuk a glikogént, és a fölvett szénhidrát és zsír mennyiség, amikor vesszük föl, akkor a májba rakódik le, az izomba rakódik, és kevesebb jut a zsír tartalékunkba, és kevésbé ront az összeállapotunkon, tehát a testkontrollon, kevésbé lesz ártalmas, tehát előtte jó. Ha nem tudtuk megtenni, akkor másnap is harmadnap kell megtennünk azt, hogy kevesebbet eszünk, több folyadékot iszunk, zöldséget, gyümölcsöt eszünk többször. Köszönöm szépen, és hogyha gond van, akkor javasoljuk a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy forduljanak az EUMED szakorvosi rendelőhöz, a telefonszám 715-900, itt lehet tulajdonképpen időpontot kérni és egyeztetni. Mindezek tudatában pedig, amit elmondott, a jó tanácsok tudatában kívánunk önnek is, és a kedves nézőknek is kellemes karácsonyt és boldog új év ünnepeket. Mindenkinek jó egészséget kívánok! Kellemes karácsony, boldog új évet kívánok mindannyiuknak!